Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a ma esti művészterepben. Mint az előbb a beharangozóban már hallhatták, ma esti vendégem Schubert Péter, grafikus művész. Az, hogy grafikus művész, önmagában még nem egészen fejezi ki azt, amivel ön foglalkozik, hiszen ennek többféle ágát műveli egyszerre. Mik ezek? Hát, ha én nem is művelem, többféle ága van. Az alapvetően a képgrafika és az alkalmazott grafika, ez a két egymástól teljesen különálló, egymást nagyon nehezen elviselő dolog. Én csináltam képgrafikát kezdeti időbe, aztán amikor elkezdtem az alkalmazott grafikával foglalkozni, akkor azt abba hagytam. Beszéljünk egy picit erről az alkalmazott grafikáról, hogy mi is ez tulajdonképpen? Hát a nevében benne van egy olyan műfaj, amit alkalmaznak. Tehát használnak. A grafikát nem képként egy szobába akasztják ki, hanem a mindennapi életünk részévé válik. Egy borcímkétől, egy csomagolásig, egy autodizájntól, bármilyen kézzelfogható használati tárgyig, egy krémes doboztól kezdve, akár egy reklámig, egy újságig, ez mind alkalmazott grafika, egy újsághirdetésig. Az alkalmazott grafika nagyon-nagyon sokrétű. Említette, hogy amikor ezzel kezdett foglalkozni, akkor a hagyományos képi grafika az teljesen abban maradt. Honnan ez a szerelem? Kicsit véletlen is volt. Én már elég sokszor elmondtam mindenféle fórumon, hogy én vegyipari gépészként kezdtem, és azután lettem grafikus. És valahol a kicsit a műszaki gondolkodás, a reál irányú szeretet, az megmaradt bennem, még akkor is, amikor képekkel foglalkoztam. És egy idő után a szekszári nyomdába kerültem, és ott könyvborítókat kezdtem el csinálni, teljesen véletlenül egyszer valaki helyett, mint egy színésznek be kellett ugranom, egy grafikus helyett, és elfogadták utána egyre többet, és egy idő után összeütkezésbe került a kettő. Most a képernyőn olyan munkákat látunk, amiket ön készített. Mik ezek? Egy picit kommentálnak. Hát ezek könyvek, ez például egy könyvborító, szintén egy könyvborító, ami az egyik alkalmazott grafikának az egyik legművészibb ága. Ez szintén egy nagyon érdekes könyv, ahol versek és képzőművészeti alkotás találkozik együtt. Ez nem éppen egy csontvári könyv például, sőt, mi több, ma is éppen egy csontvári könyvet csinálok, egy újat. Ez amiről az előbb beszéltem, ez a Rutka könyv, ahol képzőművészet és vers van egymás mellett. Érdekes módon Kibédi Ervin színésznek a versei vannak benne. Tipográfiával is foglalkozik, tehát nem csak a borítót tervezi meg, hanem a szövegnek az elrendezését is. Hát igazán a tipográfia ennek a műfajnak a krémje, ha így mondhatnám. Tehát a tipográfia az egy kicsit olyasféle, mint amikor valaki a kottafejekből zenét rak össze. A kottafejek, a betűk önmagukban szépek, ez igaz, de önmagukban semmiféle jelentésük nincsen. Amikor összerakom őket, akkor szavakat alkotnak, de amikor ebből valamilyen rendezett művet csinálok, akkor ebből lesz az a zene, amit a tipográfia maga. Ez jelentheti azt is, hogy egy tipográfiával többlet tartalmat lehet adni valaminek, egy versnek például, igen, vagy egy műnek. Igen, a tipográfiával hát két oldalú, az egyik oldal, hogy mindenképpen lehet többet és lehet kevesebbet is, tehát a tipográfia egyik oldalról emelheti a szöveget, és egyik oldalról ronthatja is. Egy rosszul megtervezett tipográfia például az olvashatóságot csökkentheti, az ember elalszik egy könyvön és azt hiszi, hogy azért alszik el, mert rossz a könyv, közben rosszul van megtervezve, észre se vesszük, és már egy ilyen alapvető hibát elkövetünk. A másik oldala pedig szebbé tehet egy könyvet, hát egy könyvet kézbe vesz valaki, az rögtön látja, hogy ez egy jó érzés kézbe venni, vagy pedig egyszerűen utálatos dolog. Van esetleg olyan könyve, vagy olyan tipográfiai alkotás, ami közel áll a szívéhez? Lehet akár saját, vagy akár másnak a műve? Hát ezt így most nagyon nehéz. Most legközelebb, bár hát az nem is annyira tipográfiai miatt, én nemrégében jelent meg, illetve azt hiszem talán az utóbbi hetekben Szakály Ferencnek a könyve, amit borítós és a belsejét is nálunk készült. Ő van most legközelebb a szívemhez, mert ő a mert ez a legújabb. Vannak ebben a szakmában is ugyanúgy nagy nevek, mint a művészetnek más ágában? Természetesen. Esetleg példaképei? Hát például a példakép, hát mondjuk nagyon nehéz, Magyarországról is lehet. Magyarországról is lehet, mert azért Magyarországon is
ha az ős tipográfusnál, Tóth Falusinál kezdem, aki azért valahol olyan szinten művelte a betűmetszést, majd hogy nem azt mondanám, hogy gutenbergi szinten, de hát azon kívül is a tipográfia, most a nemrégiben meghalt Virágvölgyi Péter például, aki az Iparművészeti Főiskola tipográfia tanszékének volt a vezetője, nagyon fiatalon betegségbe halt meg. Hajman tanár úr, szintén az Iparművészeti Főiskolán, Nagy Zoltán, aki az egyik legfontosabb betűtervezőnk, legismertebb betűtervezőnk, akinek a betűjét ma is használják Amerikában és külföldön is, az egyetlen talán, akitől betűt külföldre is megvettek, a Margaréta nevű betűjét. Tehát vannak azért ilyenek, Zoli bácsival ma is elég sokszor találkozom, amikor az iparművészetire vizsgáztatáson vagy felvételiztetésen vagyunk, és ma is rengeteget lehet tanulni tőle, pedig hát már sajnos nem fiatal. Hogyha már említette Tóth Falusit, akkor mennyire őrzi ez a műfaj a régi hagyományokat? Mennyire lehet egyáltalán a régi hagyományos betűtípusokat esetleg elvétve alkalmazni manapság is? De a Tóth Falusit megcsinálták még egyszer, nem Tóth Falusi néven, de Jensen Antika néven még egyszer megmetszették. Az az igazság, hogy a mai világban, és ez egy egészen más téma, a mai világban, a számítógép világban újra kellett alkotni ezeket a régi szabályokat. Tehát itt volt egy 500 éves tipográfiai betűbeli hagyomány, ami az utóbbi 20 évben teljesen megváltozott. Egész egyszerűen számítógépesíteni kellett ezt a világot. Elérkeztünk, igen. Ezek éppen itt most látom, itt ez egy nagyon kedves prospektusom, a Szekszárdi Jazz Quartetté, ez a belseje, még a régi Jazz Quartetté-nek a borítója itt ebbe a házba, talán itt azt hiszem, hogy ebbe a helyiségbe készültek ezek a felvételek, ahol most vagyunk, amikor ez még nem stúdió volt. Elérkeztünk közben a számítógéphez. Mennyire van szükség a mai szakembernek számítógépre? Gondolom nélkülözhetetlen. Hát igen, ez egy kicsit, ez egy olyan kérdés, amit nagyon, nagyon nehéz szívvel válaszolok meg, mert én nagyon szerettem a számítógép nélküli grafikai világot. És most is hiszek abba, hogy számítógéppel azt tud csak igazán grafikát csinálni, aki egyébként is tudna. A számítógép nem okos. A számítógép az tulajdonképpen buta. Buta, mint egy ceruza. Ha nincs mögötte az ember, akit ellenben felgyorsít. Tehát ez kicsit olyasféle, mint egy autó, hogy el lehet jutni innen Pekingbe gyalog is, csak eltart. Autóval valamivel gyorsabban. Tehát a számítógép meggyorsítja, elősegíti, felgyorsítja ezt az egész világot, precízebbé tesz minket. Ez például egy tollírás, ami a számítógépen készül. Ez azt jelenti, hogy magát a betűtípust ezt ön írja? Ezt vagy most írom kézzel a képernyőre. Ez egyszerűen egy nem is egérrel, hanem egy ceruzával, egy egérszerű ceruzával, de ezt most írom a képernyőre. Ez egy asztal, amin írom, és a képernyőn megjelenik, és én kiválasztatom, hogy milyen vágott legyen a toll, milyen metszésű legyen a toll, amivel rajzolok, és ez a képernyőn egész egyszerűen ott látható. Ezek szerint a számítógépes korszakban is megmaradt művésznek a grafikus művész? Hát igen. Ha a grafikus az agyával készíti a grafikát, és a szívével, mondjuk ezt is hozzáteszem, akkor a számítógép ebbe semmi más nem tesz, csak a kezének a meghosszabbítása, és a mai alkalmazott grafikai világban, amikor az alkalmazott grafikus nyomdára dolgozik, hát végül is ez az alkalmazott grafika alapja, amikor nyomdára készít munkát, akkor egyszerűen a számítógép nagyon sokszorosan meggyorsítja és hatékonyabbá teszi a tevékenységet. Tehát a tervezés most is történhet papíron, most is történhet ugyanúgy, mint régen. A kivitelezés történik a számítógépen. Azért is kérdeztem, hogy mennyire marad meg a művész egy ilyen számítógépes korszakban a grafikák mögött, mert hiszen sokan mondják azt, hogy hát ott a számítógép, én egyszerűen meg tudom csinálni annak a segítségével, vagy meg tudok csinálni bármit ennek a segítségével. Vannak előre gyártott betűk, azokból szépen összerakom. Ez mennyire lehetséges? Mennyire lesz ez művészi alkotás? Visszakérdeznék. Hát tulajdonképpen ez éppen olyan, mint az előre gyártott zene. Tehát meg lehet csinálni úgy is zenét, hogy be vannak téve egy ilyen dobozba különböző összhangzattani valamik, és akkor ezt összerázom, és kirázok belőle egy muzsikát. Vagy mondok még vadabb példát. A számítógépben benn van az összes betű. Miért kell az író? Hát ott van, kirázom belőle a betűket, lesz belőle valamilyen szöveg. Hát ebből ilyen grafika is lesz egyébként.
Tehát nem ennyire nyilvánvaló, mert ha összerázom a betűket és egy sorba rakom, akkor abból egy zagyvalék lesz. Igazán grafikai zagyvalék is zagyvalék, csak éppen nem olyan könnyű észrevenni. Azért, mert aki nézi, az sem biztos, hogy képes úgy elbírálni, hogy ez most igazán jó vagy rossz. Amikor valamit nagyon csicsásan széppé tudunk tenni, akkor lehet, hogy meg lehet etetni vele egy megrendelőt vagy valakit. De igazán egy jó grafika az nem csicsás, hanem elegáns. Tehát az alkalmazott grafikának az egyik legfontosabb ismérve, hogy a jó alkalmazott grafikának, hogy kevés eszközzel kell nagyon szépet csinálni. Tehát nem 50 féle betűből kell összerakni nem az az igazi tipográfia egy munkát, hanem mondjuk egy betűből összerakni úgy, hogy úgy nézzen ki, mintha abban akár 50 is lenne. Egyébként vannak önnek kedvenc betűtípusai, vagy kedvenc vonásai, színei egyáltalán ebben a műfajban, mik lehetnek? Van. A betű egyébként nagyon érdekes, a betűknek van slágerlistája. Ugyanúgy, mint ahogy a zenébe, vagy a filmeknek. Ma már elég nehéz hozzájutni ezt, de valamikor a régebbi időben még lehetett látni, összegyűjtötte, nem is emlékszem, azt hiszem egy angol újság, a legtöbbet használt és a legdivatosabb betűket, és ebből csinált egy ilyen top listát az első 10-ből minden évben. Nekem is vannak, bár változnak. Tehát ma már nem vagyunk olyan kényszerben, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor 5 betűből kellett gazdálkodni. Ma már tényleg több ezer betűtípus áll a rendelkezésre. Bár én nem nagyon sokat. Én a Garamondot szeretem nagyon sokat használom. Ma is az egyik legolvashatóbb betű. Mert azért a funkció, meg a szépség azért valahol összefügg. Ha valamit nem lehet elolvasni, akkor az akármilyen szép lehet, tipográfiailag az értelmetlen. Tehát mindig abból kell kiindulni, én legalábbis a saját munkában mindig abból indulok ki, hogy mit kell megcsinálnom, annak mi a funkciója. Tehát egy könyvet elsősorban olvasni kell, és másodszorban tetszeni. Egy borcímkének elsősorban ki kell fejezni azt, ami benne van, a tartalmát, de ez vonatkozik egy cégemblémára, vagy bármire. Hogyha már a cégemblémáknál tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit a gyakorlati oldalról. Hát manapság rengeteg kisebb, illetve nagyobb vállalkozás alakul. Mennyire keresik Önt? Segítette ez, előre lendítette ezt a műfajt? Ez is egy érdekes dolog. Az összes pénzt könnyen kereső kuncsaftomat elvesztettem. Tehát azokat a munkákat szinte mind elvesztettem, ahol viszonylag kevés befektetéssel lehetett valamit megcsinálni. Az ilyen kekec munkák maradtak meg, ahol tényleg valami keményebb, több munkával jár, pepecsebb, olyan képet kell megcsinálni, öreg rossz képből jó képet csinálni, tehát ahol a szakma azért előre kerül. Na most ez engem még jobban izgat, tehát jobban is izgat, hogy ilyen munkát kell csinálnom. Nagyon nem szeretnék ilyen teljesen hétköznapi, mondjuk egész nap esküvői meghívókat szedni. Bár azt is lehet szépen csinálni, csak belefárad az ember. De úgy tudom, hogy Ön készített nagy cégeknek is névjegy, tehát ilyen táblákat nevükkel. Hát Én mondjuk a cégembléma az egyik nagyon fontos része az alkalmazott grafikának. Éppen azért nem is veszik igazán komolyan, hogy őszinte legyek, míg maguk a cégek, akinek csináljuk, azoknak se. Nagyon sokszor igazgatónként változik a cégembléma. Egy cégemblémát én nem is vállalok el 2-3 hónapnál rövidebb időre. Tehát van egyébként ilyen, hogy cégembléma készítő kisiparos létezik. Házal, városról városra, polgármesterről polgármesterre. És cégemblémákat csináltat. Ez egy plakát egyébként, ami most látható. Ez a Garafarm egy olyan cég, ahol tényleg arculatot tudok tervezni. Ez az arculat, ez annyit jelent, hogy egy cégnek a legkisebb levélpapírjától kezdve, vagy a névjegyétől kezdve a cég teljes arculatát megtervezi az ember. Nagyon ritka, ha egy cégnél ezt végig lehet követni. Ez a cég az volt, amelyiknél tényleg nagyon-nagyon sok minden ilyet tudtam tenni. Ezek meghívók. Ezek egyszerű bujéklapok tulajdonképpen, ez a szekszárdi országos zongoraversenynek, a zenetanárok zongoraversenyének a különböző korszakból való borítója, ami éppen látszik a képernyőn. Két évente mindig újabb és újabb, ugyanarra változatra. Közben én szeretném, hogyha egy picit visszatérnénk a cégekre, mert elárulom, hogy titokban azért kérdeztem ezt, hogy milyen nagyobb cégeknek tervezett cégemblémákat, mert arra lennék kíváncsi, hogy van-e olyan, ami ilyen közismert cégembléma, amit
egyrészt az is, hogy amilyen ön tervezett és közismerté vált, másrészt pedig arra is kíváncsi lennék, hogy általánosan ismert országos nagy emblémák közül melyik az, amire azt mondaná, hogy hát ezt szívesen készítette volna el ön is, vagy örülne, hogyha az ön keze munkáját dicsérné? Hát mondjuk az egyik legismertebb a Kereskedelmi és Hitelbanknak ez a K&H emblémája, ami mondjuk tényleg ismert, bár ez az utóbbi már nem az enyém, amit megváltoztattak. Ezen már valamit változtattak. Mondjuk én a Kereskedelmi és Hitelbanknak a keresztapja is vagyok, mert ezt a K&H-t ezt én találtam ki, nem ezt kérték. Ők egy valamilyen ügyszerű emblémát kértek, csak nekem nem tetszett. És még a Nemzeti Bank épületében volt óriási vitánk az akkori vezetéssel, míg sikerült ezt áthajtani. Tehát az például az egy teljes arculat volt az akkori Kereskedelmi és Hitelbanknak a színvilágától kezdve mindent meg kellett tervezni. De hát mondjuk itt szekszárdi viszonylatban a Szekszárd város címere, amelyiket csináltam, amelyik azért mondjuk itt elég híres emblémája ennek a cégnek. Akár ennek az épület, amiben vagyunk, a Babics háznak, műfáznak az emblémáját, vagy a Városi Televíziónak, ahol szintén, ahogy jöttem be, láttam az emblémáját. Most kezdek egy könyvre való anyagot összegyűjteni saját magamnak, szeretnék valami nyomot hagyni ebbe a világba, és most tartok körülbelül a 110. emblémánál, amit így összeszedtem, de nagyon sok már nincs is meg. Éppen erre lennék kíváncsi, hogy milyen az, amikor az utcán jár kell. Fölfigyel? Direkte fölfigyel az ilyen emblémákra? Nem csak a sajátokra, hanem úgy igen, általán. Én mindenfajta nyomtatott betűre, nyomtatásra, plakátra, könyvre, mindenre figyelek. Én a háztartási boltba, vagy az élelmiszerboltba csomagolásokon keresztül járok végig, nem is a mögötte levő tartalom miatt. Én bármennyi időt el tudok tölteni egy ilyen helyen, ahol például végig tudom nézni az összes csomagolást. Eleve már, mikor tervezek valamit, ez szakmailag is hozzá tartozik. Tehát tudnom kell, hogy milyen környezetbe kerül az a termék, amit meg kell terveznem. Nekem a kiállításaim nap mint nap vannak a különböző boltokban. Tehát nekem tudnom kell, hogy a paszpartúrája milyen annak az anyagnak, amit kiteszek. És hát ez a világ, ez egyre gyorsabb lesz, és egyre jobban fejlődik. Egyre közelebb kerülünk nem is azt mondanám, hogy a teljesítő képességünk határához, hanem azokhoz a határokhoz, ahol mindig újra és újra el kell kezdeni tanulni, hogy át tudjunk lépni rajta. A tanításnál maradjunk egy picit, és a tanulásnál. Én úgy tudom, hogy nem véletlen, hogy elkezdett tanítani, hiszen sok helyütt tanít. Igen, hát több főiskolán is tanítok. Nem szeretek tanítani, azt hangsúlyozom. Kicsit úgy vagyok vele, hogy a célért tanítok. Tehát azt szeretném, hogy tisztaság legyen, és meg szeretném szüntetni a szemetelő embereket. A tanításom ezért van. Ezt most átvitt értelembe is értem, meg a gyakorlati értelembe. Tényleg nem szeretem a szemetelést, semmilyen szempontból. Tehát nem szeretem azt se, ha olyan szakemberek kerülnek ki, akik csak műszaki oldalt, csak az egyik oldalát, vagy csak a másik oldalát látják a világnak. Én hiszek abban, hogy egy műszaki ember ugyanúgy lehet irodalom szerető és zene szerető, mint ahogy egy zenetanár, vagy egy irodalmár is, mit tudom én, meg tud zsírozni egy ajtót. Tehát én hiszek abban, hogy az embernek ebbe a világban, ha nem is tud polihisztor lenni, de azért valamivel többet kell tudni erről az egészről, mint a két könyöke között levő terület. És ezért van a tanítás? A tanítás ezért van. A tanítás azért van, hogy például a tipográfiával egy csomó ember a számítógéppel olyan hatalmat kapott a kezébe, bárki könyvet csinálhat, azelőtt ez egy nyomdába el kellett menni, és át kellett verekedni magát az embernek egy kiadón, egy műszaki szerkesztőn, egy korrektoron, egy stb. Ma valaki nekiül egy PC-n otthon, megírja a könyvet, beviszi a nyomdába, ha van elég pénze, kinyomják, és tele van a világ ilyen szeméttel. Egy könyvesboltba el kell menni, és meg kell nézni. Kétségbejtő szakmai szemetek tömegével van tele. Na most én olyan iskolákban tanítok, ahol egy icipicit azért valamilyen befolyással ebbe az irányba haladnak az emberek, tehát számítógépes Gábor Dénes főiskolán, az I.S. Gyula főiskolán, bár ott más jelleggel egy kicsit, de ott is vizuális kultúrával kapcsolatos témát, az iparművészeti főiskolán, ahol bár inkább csak a távolság miatt csak felvételiztetni és államvizsgáztatni járok, de ott is valahol egy kicsit a szakmai tisztaságnak a tisztaságra való nevelést próbálom valahogy elhinteni, mert hiszen azért ez nem teljesen magánügy az, hogy egy könyv hogy néz ki. Tehát egy képet megfestetek saját magamnak, föltehetem a szobámba, és azt csinálok, amit akarok. De amikor valamit kinyomnak 1000, 100000, 10000 példányba, akkor az közügyé válik abban a pillanatban. És már nem mindegy, hogy néz ki. Manapság már nem csak egy könyv lehet ilyen közügy, hanem egy új
nagy technikai vívmány az internet, amivel úgy tudom, hogy szintén kapcsolatban áll. Igen, van egy csodálatos kis egyesület itt Szekszárdon, a Csatolna nevű, neve is a tolnából, meg a, valahogy a csatolásból következik. Ők kimondottan azzal foglalkoznak, hogy a nemes értelembe vett internetet terjesszék itt a megyébe, városba, megyébe, és ennek vagyok én is a tagja, többet magunkkal, most már 30 fölött vagyunk. Valahol az internet is egy óriási nagy tömegbázis. Tehát egyik oldalról, nem csak a fogadó oldalról, hanem az adó oldalról is. Tehát egyre több olyan mű jelenik meg, mint weblap például az interneten, amit már nem árt egy idő után ugyanazokon az elvek alapján, mint ahogy a tipográfia, mint ahogy a könyvek megjelenek, ugyanolyan elvek alapján szintén valamilyen módon rendezni. Tehát valamilyen szabályokat adni neki. Ez se könnyű egyébként, ahhoz először nekem kell megtanulni, hát most ebben a fázisban vagyok éppen. Ezek szerint akkor weblapok tervezésével még nem foglalkozik? Én került már ki, tehát csináltunk már fiammal együtt. Gyerekeim is ugyanezt a szakmát tanulják le, kettő közülük. Készült már ilyen, Miklós fiam már a szekszárdi, azt hiszem a kézilabda csapatnak csinált egy ilyen weblapot, de hát terve van, tehát van már megrendelésem is, és csináljuk is. Nem is az a gond, egyrészt a technikai probléma, másrészt pedig szeretném megkeresni ennek a tipográfiai lehetőségeit. Tehát, éppen erre akartam rákérdezni, hogy mennyire lehet itt alkalmazni a tipográfiát. Lehet. Szóval végül is sokkal korlátozottabb, maga a számítógép mai világa sokkal korlátozottabb ilyen szempontból. Éppen a színes, ez az újságra is vonatkozik, tehát a színes kép az egy kicsit helyettesíti a rendet a betűbe. Tehát azt mondják, hogy hát színes képe van mellette, nem érdekes, hogy milyen a szöveg, és ezért van nálunk olyan, hogy a megyét a G meg az Y között el lehet választani egy szövegbe, meg még hasonló dolgok, amik irritálják azokat az embereket, akik régen ezt a szakmát komolyan vették, de én azt hiszem, hogy most is lehet. Tehát a számítógépnek a lehetőségeiben megvan az, hogy többet csináljon, mint amennyit jelenleg tesz. Pillanatnyilag még ráhagyjuk magunkat a számítógépre, el kell odáig jutni ezen a területen is, hogy a számítógépnek mi parancsoljunk, és ne a gép nekünk. Egy ilyen weblap is lehet majd ön szerint művészeti alkotás? Hát ez egy forintos kérdés, hogy mi lehet. Volt egy ilyen probléma például éppen nem olyan régen, hogy digitális fényképezőgéppel csináltak egy felvételt. Egy képzőművészeti alkotásról. A digitális fényképezőgépről egy disz kerül ki, ez bekerül a számítógépbe, és megszűnik az eredeti. Tehát megszűnik az eredeti, amivel össze lehet hasonlítani, hogy most azt mondják, hogy kékebb a ruhája, vagy nem kékebb. Nekem semmi más eredeti nincs, csak a számítógép által, a számítógépes fényképezőgép által készült kép. Ettől kezdve már kérdés az, hogy most hol és mi lesz az eredeti mű. Tehát van erre lehetőség, végül is a mű az mindenképpen lehet olyan művészi színvonalú. Tehát a művészi színvonal az nem eszközkérdése, tehát nem attól lesz valami művészi, hogy olajjal van festve, vagy vízfestékkel, vagy számítógéppel, vagy valamivel. A művészet mögött mindig az embernek kell állni. Az ember tud műalkotást csinálni bármilyen eszközzel. Tehát ha az ember akar műalkotást csinálni, akkor képes műalkotásokat létrehozni, teljesen mindegy, hogy az eszköze micsoda. Ismerek itt Szekszárdon is olyan gyereket, aki ceruzával és retuspisztollyal csinált képeket, és a kezébe került egy számítógép, és egy hónap múlva pontosan ugyanazt megcsinálta a számítógéppel. Tehát ő neki csak egy másik eszköz volt. Én azt hiszem, hogy inkább ez a fontos, hogy eszközként kell kezelni. Ha az ember mögötte művész, akkor művész lesz az eredmény is egy idő után. Egy másik mesterséget kell megtanulni, tehát a mesterséget mindig meg kell tanulni. És hogyha már internetnél és művészetnél tartunk, akkor úgy tudom, hogy van egy érdekes dolog, ezt ön említette, és azt szeretném, hogy ön is mondja el, nem lövöm le a poént, hogy mint művészeti alkotást a számítógépen le lehet majd védeni. Igen, van egy lehetőség rá, ez egy viszonylag távoli, de tényleg az internetnek egy kis csodája megint, hogy van egy ilyen nyilvántartó testület, mondjuk valahol Ontario államban, vagy nem tudom, hogy hol, ahova én bejegyeztethetem az én műalkotásomat, és ezt a műalkotást úgy levédik, hogy ez a beadott jegy a számítógépes anyagból el nem távolítható. Tehát az a műalkotás attól kezdve az enyém, és az én jegyemmel ellátva kerülhet bárhová, tehát bárki felhasználja, bármikor visszakereshető, hogy kinek a műalkotása volt. Hát kénytelen a világ lépni ebbe az irányba, mert nagyon szabadjára engedődött ez a dolog. Valahol kézbe kell tartani, az embernek mindig kézbe kell tartani a technikát, különben kiszalad a kezéből.
Érintőlegesen említette, hogy a gyerekei is ezzel foglalkoznak. Mit szólt hozzá, amikor ezt a szakmát választott? Nagyon boldog voltam, mert nagyon messze kacskaringóval indultak el, mert a lányom kertészeti egyetemet kezdett el, ott kezdett el tanulni, és egy év után hazaszökött. Nem tetszett neki, és most a nyomdaipari főiskolán másodéves, a kisebbi, legkisebb fiam pedig első éves ugyanott. Ő már szakmunkásként, ő már kiadványszerkesztő, érettségi után kiadványszerkesztő szakmunkás lett, és most már a főiskolára jár, mind a ketten reményeim szerint a cégbe fognak dolgozni, Schubert Grafikai Stúdióba, és mindegyik a maga területén, ahogy én látom, tehetségesek. Mennyire lehet átadni a művészi hajlamot egyáltalán, vagy örökölni lehet csak? Mit gondol erről? Én szerintem éppen az, hogy ez a mai világ már nem azt kívánja meg, mint régen volt, bár hát azért nagyon sok olyan képzőművészről tudok, ahol a gyerekek is ezt a szakmát művelték, vagy színészről. Tehát valahol azért az örökség az egyszerűen abból is adódik, hogy a példából, hogy ezt látják állandóan. De én szerintem a mai világban, éppen a számítógép folytán, olyan területek is vannak, amihez már nem biztos, hogy egyértelműen rajzolni kell tudni. Tehát egy könyvet megtervezni, egy tipográfiát megtervezni, ahhoz a tipográfiát kell megtanulni. Arról meg én kezeskedem, hogy meg fogják tanulni. Tehát a szakma alapjai azok meg lesznek. Hát az én tanulom volt a fiam is, és meg is tanulja. Térjünk vissza egy picit arra, amit korábban is kérdeztem már, csak a formákkal kapcsolatban, hogy van-e kedvenc. Most így felmerült bennem az internet kapcsán az a nagy színesség, ami az internetet jellemzi. Hogy ehhez mit szól? Kedveli-e ezeket a színeket, vagy elutasítja az ilyen sokszínűséget? Ami hát, szerintem jellemző, hát nem tudom, cáfoljon meg, hogyha ön szerint nem így van, de szerintem abszolút jellemző az internetre. Ha most szó szerint érti a színességet, vagy átvitt értelemben is? Is. Átvitt értelemben én nagyon sokáig féltem az internettől. Tehát én tulajdonképpen úgy jártam az internettel, mint a nyugatnémet barátom, akkor még nyugatnémetországban élt valamikor, aki nem akart telefont, és senki nem értette, hogy miért nem akart telefont, és még nem volt otthon, bevezették a lakásába, mondván, hogy biztos tévedett. Hát valahogy én is így jártam, hogy nagyon sok barátom, én féltem tőle, nagyon sok barátom állandóan piszkált, hogy miért nem lehet kihagyni ez a jövő, és hogy tessék, egyszerűen féltettem az időmet tőle. Legyek őszinte, én attól féltem, hogy belejutok egy olyan világba, amiből, mint az Óza csodák csodájába, hogy mint a kislány, hogy belesodródok a széllel egy olyan világba, ahol nem tudok kijönni. Tehát nekem azt mondják, hogy minden érdekes dolog, rengeteg érdekes dolgot meg lehet ott találni, ez igaz. Csak most még nem is tudom, hogy az nekem érdekes, de ha már benne vagyok, akkor valószínű érdekes lesz, és az érdekesnél érdekesebb, újabb dolgok, féltem, hogy elsodornak. Meg addig nem mertem belépni, amíg nem találtam meg magamba az egyensúlyt, tehát azt, hogy én tudjam, hogy tudatosan akarjak valamit keresni, tehát én legyek először, és másodszorban csak az internet. Na most a színessége az előnye is és a hátránya is. Tehát a színessége és a gazdagsága nagyon sokrétű, és végül is az ember egy olyan ablakot nyit ki, ahol a másik felén egy egész földgolyó van. És ez a földgolyó tényleg színes. Tehát ha kilépünk a világba, ahány ember, annyi szín. Ahány fa, annyi szín. Ahány utca, ahány ház, annyi szín. És az interneten ahány ország és ahány csoda, az mindegy másik szín. Tehát igazán ez a színesség, ez nem zavar. Engem kicsit az zavar, hogy valahogy úgy érzem magam az interneten, mint a csillagos ég alatt, hogy nagyon-nagyon kicsi vagyok. Tehát mikor fölnézek és azt mondom, hogy hány milliárd kilométerre és mennyi fényévre ott van egy csillag, ahol nem lehet tudni, hogy mi van, valaki talán ugyanígy visszanéz rám, és ez a nyomasztó, óriási nagy, ha az ember végig gondolja, távolság, ez az interneten belül is megvan. Tehát ez a kis doboz, amit én kinyitok, akkor, amikor rákattintok egy gombra, ez valami hihetetlen távlatot nyit föl. Nem is igazán tudjuk fölmérni, hogy mit. És én ettől félek egy kicsit, ettől a végtelen nagytól. És meg fogja ön szerint változtatni a jövő grafikai kultúráját az internet? Hát én szerintem az internet nagyon sok mindent meg fog változtatni az életünkbe. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt internetnek fogják hívni, és abban sem vagyok biztos, hogy pont így fog működni, ahogy most van. Tehát ennek biztos nagyon sok fajta változata lesz, gyorsabb, villanásszerűbb, nem tudom. De az egész világunkat és az életünket meg fogja változtatni, és a grafika az valahol egy kicsit mindig olyan, mint ahogy a kép is. Tehát nem lehet ma úgy festeni, mint a Rembrandt, úgy kell festeni, ahogy ma van.
Tehát az összes többi grafika is. Tehát aki megveszi a szappant, amit én megtervezem a borítóját, az a ma embere. Nekem a ma emberének kell tervezni, tehát úgy kell terveznem, ahogy ma kell. Különben nem találja meg a szappant. Na most, hogy ez virtuális szappan lesz, és az arcomat kell a képernyőhöz dörzsölni, és hogy habzik, azt már nem tudom. Valószínű azért mindig csak lesz a szappannak egy kézzelfogható valósága is, de az eladása már elképzelhető, hogy virtuális lesz. Tehát majd ki fog potyogni egy lukon, de valahogy ki kell választanom, és akkor már csak képernyő lesz a grafika. Hát azért reméljük, hogy a grafikának a hagyományos módszerei is valamennyire megmaradnak. Én bízom benne, hogy az ön kezében minden esetre megmaradnak azért ebben a formájukban is, és majd a jövőnek is majd megfelelnek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. És köszönöm.